Jó reggelt, június 29-e van a Péterek és a Pálok névnapja, nekik sok boldogságot, biztosan van ilyen nevű rokona, ismerőse, úgyhogy ne feledkezzen el róla. Koros Lajos az első vendégünk, az MSZP politikusa. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Van, mondja, hogy na hát akkor milyen jó, hogy mondom, el ne felejtsük köszönteni. Mondja, hogy volt hétvégén egy kis MSZP-s bulizás juniális, ez gyakorlat, szokás? Éveken keresztül rendeztük, tavaly nagyon rossz hétvégék voltak ott Péter Pál nap környékén, és nem tudtuk megcsinálni, és most folytatjuk. Politikailag vagy meteorológiailag volt rossz? Meteorológiailag volt rossz elsősorban. Már tavaly politikailag sem volt könnyebb a helyzet. Két választás után voltunk már júniusban. Nagyon szép számmal jött össze a csapat, elhívtuk a Tóbiás Jóskát, meg a Szabó Vilmost, aki a Táncsics Alapítványt vezeti most nálunk. Ráadásul egy olyan településen volt a Tiszatónál, Sarudon, ahol Vili egyébként oda valós jót született. Ilyenkor jut előre valamit a párt dolga, vagy ez pont nem arról szól? Hát egy kicsit szól erről, mert hát ugye nyilván nem tudja az ember a politikát kikerülni, és hát ez egy csoportkohézió erősítő program is. Nézed, közel 100-an voltunk ott a Tiszató térségéből jellemzően. Olyan emberek, akik vagy pártagjaink, vagy velünk szimpatizáló emberek. És ilyenkor azért van egy kis aktuálpolitikai elemzés is, elsősorban ugye Tóbiás Józseftől is ezt vártuk. A másik, hogy mi most felvázoltunk magunknak egy menetrendet a nyárra is, mert nem akarunk ilyen uborka szezonba semmit se csinálni gyakorlatilag, még van a parlamenti munkából hátra vagy két hét. Ezen túlmenően azért van itt néhány ügy az országban, amelyre azért föl kéne hívni a társadalom figyelmét. Az is megvan, hogy mi lesz az a vezérfonal, amivel megy tovább az MSZP? Tehát, hogy mit akar mondani a társadalomnak, és mi lesz hozzá? Ezt összepakoljuk ez év novemberére. Mi novemberben egy kongresszust fogunk tartani. Na nem, mintha a kongresszus úgy általában az embereket lázba hozná. De most, ahogy én látom, és én ennek azért ott tegnap előtt hangot adtam, hogy sajnálatos módon a magyar társadalom nagyobb részét most inkább az izgatja, hogy a nemzeti színű lobogót lobogtatva mindenféle butaságokat beszél, és butákat cselekszik például a menekültügyben. Ez engem borzasztóan lesújt ez a demagóg, primitív, populista. Hát jó, hogy ezt szóba hozzon, hogy is a magyarországi szegénységről beszélgetünk. Azt hiszem, hogy az ember pont erről fog beszélni, hogy a DK képviselőjében. Molnár Csaba. Persze, fogunk erről beszélni, de ugye ön a szegénységből készült ma reggelre, mert hát ez lett volna a mi témánk, és pont az egyik érv a menekültekkel szemben, hogy van nekünk itthon elég problémánk, van elég szegény, van elég nagy szegénység ahhoz, hogy újabb problémás, szegény és szegénységet hozó embereket fogadjunk az országban. Sajnos nem így függenek össze. De pont az ellenkezője az igaz ennek az egésznek. Hát, hogy az első kérdésnek nem annak kéne lenni, hogy ne vedd el a magyarok munkáját, hanem a kérdésnek úgy kéne hangzani, hogy ha jön ide egy szerencsétlen ember, hogy miben segíthetünk mi, magyarok. A második kérdés valahogy úgy kéne hangozni, hogy evette már ma. A harmadik, hogy mikor fürdött a gyerek. Hát én látom, hogy karonülő csecsemőkkel jönnek. De látja, a kérdésekről beszél, negyedik... de mi nem fogalmaztunk meg kérdéseket, de... nekünk csak kijelentő mondataink vannak ez ügyben. Mert itt mindenki tudja a tuti. Hát látja. Csak az a baj, hogy a magyar társadalom többsége még mindig elhiszi azt, hogy a nagyon bonyolult társadalmi folyamatokra borzasztó, primitív, egyszerű válaszokat adnak, ez rendszerint az uszítás, a kirekesztés, a mások megbélyegzése, és azt gondolják, ideig óráig ezt a problémát el lehet fedni, de hosszú távon ezzel az ország csak rosszul tud járni. Többek között azért, mert pusztul le az ország, mert szegényedik le, mert a társadalmi kapcsolatok, egyszer beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, hogy szakad meg a társadalom szövete, és az emberek közötti minőség, a társas kapcsolatok minősége pusztul lefelé, és ez nagyon komoly gazdasági hatással van. Tehát ez tévedés, nehesség. Ezek a minőségek, ezek hatással vannak például a nemzeti össztermék alakulására, ez hatással van a béreknek az alakulására. És ugye már én persze kérdéssel kezdtem, és a negyedik kérdésnek nem annak kéne lenni, azon túl, hogy evette már a gyerek, fürdötte már a gyerek, meg mit segíthetünk. Önnek mi a szakmája?
orvos? Nehogy tovább menjen az Isten áldja meg, hát ennek az országnak legalább 3000 orvosra van szüksége, annyi hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből. Ön, asszonyom, egészségügyi szakdolgozó? Nehogy tovább menjen Svédországba, maradjon itt, mert 12-13 ezer nővér és szakdolgozó hiányzik az egészségügyből. Informatikus, mérnök? El ne menjen az Isten áldja meg, hát a CETEF Hungária keres mérnököket és CNC vezérlésű esztergagépen esztergálni tudó embereket, és Eger környékén nincsenek ilyenek már. Érdekes gondolkodásmód. Szerintem lenne mit ezzel kezdenünk. Na jó, KSH. Ez az én véleményem, KSH. A KSH, amelyik utoljára hoz nyilvánosságra létminimum adatokat, mondván, hogy ezek megváltozott értelmű és súlyú adatok, ráadásul nem is feltétlenül tükrözik azt, ami a nevük, hogy létminimum, mert hogy nem ennyi a létminimum, amit ők mérni tudnak. Nem tudom, erről mi a véleménye. De arról tudom, hogy mi az MSZP véleménye, nyilván az önével azonos, hogy 4,2 millióan élnek a létminimum alatt ma Magyarországon az önök számításai szerint, és hogy ez jóval több, mondják, mint ami 2010-ben volt, akkor sem volt kevés. Fél millióval több, és már a múlt évben sem hozták nyilvánosságra ezt az adatot. Nézze, azon nem fölösleges vitatkozni, hogy jó-e a definíció, jó-e az elnevezés, hogy létminimum, mert én már számtalanszor mondtam, hogy nem, ez társadalmi minimum. Csak a magyar köznyelvbe úgy vonult be annak idején, egy ilyen tükörfordítással, hogy angolból fordították le, hogy ez a létminimum mérésére szolgáló módszertan, és ez határozza meg itt. Arról van szó, hogy a társadalom jelenlegi fejlettségi szintjén mennyien háztartásonként, hangsúlyozom, ez nem személyes fogyasztásokat mér, háztartás fogyasztásokat mér, egy élelmiszerkosár alapján, én azt gondolom, ez a módszertan elég korrekt volt ahhoz, hogy ebből lehessen következtetéseket levonni. Abban igaza van a KSH-nak, hogy nagyon sok olyan fogyasztási cikk tömegigényé vált már az elmúlt években, amelyeket nem tudtak már igazából precízen leképezni, mondjuk az élelmiszerfogyasztási kosárból. Közben a nézők már elég régóta látják, most nekünk is itt van, már láthatjuk mi is, hogy mik ezek az adatok, tehát 87.351 forint, ha valaki egyedül él, és hogyha két gyerek családmodellben gondolkozunk, az 253.318 forintot feltételez, tehát 85.180 ebből élelmiszer, és az összes többi a minden egyéb, a rezsiköltségtől kezdve a gyerekek ruházkodásáig, minden, ami erre érvényes. Hát, ha az ember ezt így végig gondolja, és tudja azt, hogy mennyi a minimálbér ma Magyarországon, akkor azért sok-sok elgondolkozható kérdés merül fel. Így jön ki a 4.200.000 fő többek között. Nem tudom, ön belebotlott-e a múlt héten, az OECD kihozott egy nagyon érdekes statisztikát, amely a vizsgált országokban a minimál bér vásárlóparitáson mért, tehát amerikai dollárban mérve vásárlóparitáson hasonlította össze a különböző országok minimál bérét. 2 dollár 58 cent a magyar minimál bér órabére. Ezzel Magyarország a vizsgált országok közül alulról a negyedik helyen van, csak Chile van mögöttünk, Mexikó van mögöttünk, és érdekes mód Észtország. Minden más környezetünkben lévő ország, akiktől a mi gazdaságunk fejlettebb volt az Európai Uniós csatlakozás idején. Hangsúlyozom, a 10 csatlakozó ország közül Magyarország gazdasága volt a negyedik legerősebb, csak Ciprus, Szlovénia és Csehország volt, Csehország valamivel erősebb. És negyedik Magyarország volt. Ma Magyarország a csatlakozó országok közül a 8. helyen van, 8.-9. helyen van. Tehát gyakorlatilag minden szomszédos ország megelőzött bennünket. A régióban Szlovéniának a legmagasabb, tehát azért is érdemes nézni ezt a minimálbér összeget, mert a régiók közötti fejlettséget is nagyon erősen determinálja. Nyilvánvalóan van luxemburgi adat, amelyik alig marad el a legmagasabb Ausztráltól, aztán az Ausztrál az 9,58, az luxemburgi 9,54 dollár, de a szlovén az érdekes ebből a szempontból. Meghaladja az 5 dollárt. És Szlovénia gazdasága nem 2,5-szer erősebb, mint a magyar gazdaság, erősebb, de nem 2,5-szer erősebb, mégis a minimál bér vásárlóparitáson mért értéke 2,5-szer erősebb. Lengyelországi.
majdnem kétszer akkora, mint Magyarországon, és Lengyelország a múlt évben lehagyott bennünket a nemzeti össztermék előállítása kapcsán, ugye a GDP-je már Lengyelországnak magasabb, mint Magyarországnak. Ebben az a tragédia, hogy nem csak az euró övezetben bent lévő országok előztek meg, mint Szlovákia és a balti országok, hanem Lengyelország, aki néhány évvel ezelőtt messze mögöttünk járt. Olyan dinamizmussal fejlődik a gazdasága, és ez nem csak a belső piac miatt van, mert ők 40 millióan vannak, hiszen egy csomó kis országban is sokkal dinamikusabban fejlődött a gazdaság az elmúlt években, hanem a magyar emberek miközben borzasztó sokat dolgoznak, rabszolgamunkát végeznek szinte, nyomorultul keveset keresnek, mert ez a gazdaság ezzel az irányítással, ezzel a gazdaság filozófiával nem képes többre. Nem képes többre. Akkor tehát hiába számogatja ki a családjában, hogy mennyiből lehet megélni, ennyi és kész? Ebbe kell beletörődni ebben, a társadalomnak? Nem szabad beletörődni. Tehát ez az orbáni politika, itt futószalagon gyártja ezeket az embereket. Azt hiszem, én itt mondtam önnek egyszer egy műsorában, hogy ha egy embernek csak annyi a jövedelme, amiből lakni és enni tud, akkor az rabszolga. Itt emberek jelentős részének nincs egyszerűen előrelépési lehetősége, és ez ma már a társadalomnak az egyharmada, vagy több, mint az egyharmada. Tehát mindenféle mobilitásnak és prosperitásnak a csatornáját ez az orbáni politika elzárta. És ezt egy gyors döntéssel, egy politikai váltással, egy gazdaságpolitikai koncepció megváltoztatással meg lehet változtatni? Én azt gondolom, hogy hát az első az, hogy a politikai hatalom. A másik az, hogy legyen az országnak demokratikus berendezkedése. A harmadik az, hogy legyen kiszámítható jogrendje ennek az országnak. Hát milyen gazemberség, azon túl, hogy a KSH jövőre már nem csinál létminimum mérést és nem publikál benne semmit. Most az igazságügyminiszter beterjesztette, hogy közérdekű adatot is pénzért fognak szolgáltatni. Hát nem szégyellik magukat. Hát pontosan azért csinálják, hogy minél kevesebb információhoz jussunk. Amikor én a tavaszi, vagy a költségvetés kapcsán elkezdtünk benyújtani módosító indítványokat és csomagba, mivel március 1-jével emberek százezreit rekesztik ki a szociális ellátó rendszerből, csomagba benyújtottunk törvénytervezetet, amivel nekik dolguk se lett volna. Egyszerűen lemosták a pástról, és amikor megkérdezte egy újságíró, egy jobboldali médiában, hogy de képviselő úr, mondja meg nekem, hogy mennyibe kerülne ez, és honnan kell elvenni, mondom, nem olyan nagy varázslás ez, kérem. Fele annyiba kerül, mint Orbán Viktornak a várba való felköltöztetése. Na jó, messze jutottunk a tiszaparti bográcsolástól, ez kétségtelen. Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm.